engedtem, hogy nekem. Persze, jöjjön át! Don, a jómódú, értelmiségi családból származó fiatal, szeretne önálló életet élni, ezért elköltözik otthonról albérletbe. A szomszédja egy lány, Jill, álmait követve színésznőnek készül. A két fiatal lakását mindössze egyetlen ajtó választja el egymástól, amit megismerkedésük után kinyitnak. Így kezdődik a Pillangók szabadok című előadás. Az MJ produkció vezetőjének, Hunkácsi Juliannának régi vágya volt, hogy közel 4 évtizedes szakmai tapasztalattal producerként is kipróbálja magát. Leonard Gerse sikeres művét több évvel ezelőtt látta a Thália Színházban, és a témát fontosnak találva kérte fel a Móri Zsigmond Színház művészeit a darab létrehozására. A fiú, akit alakítok benne, az abban az élethelyzetben van, ami ez a tűfokán effektus, amikor éppen nő fel valaki. És ugye nagyon nehéz, benyomások érik, tehát elhagyják szerelmi bánattól, elkezdve kinyílik a világ, szóval egy olyasfajta összetett helyzet, ami nagyon izgalmas, és hát ezt így alakítani, ez külön jutalom. Don édesanyját Pregicel Fruzsina alakítja az előadásban. A színésznő maga is hasonló élethelyzetben van. Darab életének azon fázisáról szól, amikor szembesül azzal, hogy most jó-e így szeretni a gyermekét, vagy másképpen kellene. Nem akarok többet elárulni, de számomra nagy ajándék. Én, aki anya vagyok, épp most próbálom elengedni a fiamat egy másik városba kollégistaként, és ez számomra egy terápiás szerep éppen ezért. Az alkotók szeretnék felhívni a figyelmet az elfogadás fontosságára, ezért a fogyatékkal élő nézőket is várják az előadásra. A premier után a tervek szerint az ország több pontján és fesztiválokon is bemutatják majd a produkciót.